A 16 éves múltra visszatekintő versenyt immár 10. éve az Emlékpontban szervezik. Eleinte 70-80 jelentkező volt. Az idén a városból és székutasról összesen 129 általános és középiskolás érkezett, hogy összemérje történelem tudását. A tapasztalat azt mutatja, egyre nagyobb a tantárgy iránt érdeklődés a fiatalokban. A gyerekekben azért úgy zsigerekben benne van a történelmi iránti érdeklődés, hiszen már kisgyermekkorban tanulnak népmeséket, verseket, történelmi alakokról, hogyha elmennek egy-egy kirándulásra, akár osztálykirándulásra, akár családi kirándulásra, minden történelmi emlékekbe botlanak. A televíziós filmek, történelmi filmek szintén erősítik azt a fajta tudatot, amire azért egy történelmi tanár tud építkezni. 5-től 8. osztályig állítottak össze versenyfeladatokat a szervezők, úgy, hogy a múzeum kiállítási anyaga külön feladatsort képezett. Tehát egy tárlatvezetés keretében sajátíthattak el gyakorlati ismereteket a fiatalok. Diákokat szeretnénk minél nagyobb számban ide elhozni az Emlékpontba, ismerkedjenek a közelmúlt történetével. Ez ugye a 7.-8.-osoknak tulajdonképpen már tananyag, az 5.-6.-osoknak gyakorlatilag még új ez a történet. Kerekesen ma nem csak tanáraitól, nagyszüleitől is hallott a korszakról. Egy 56-os témájú versenyen korábban már jól szerepelt. Most is bizakodó a végeredmény tekintve. 2 szovjet, meg 2 magyar ilyen vezetőt kellett írni, hogy Kádár mikor került a hatalomra, hogy kik voltak így a kulákok, akkor ilyen régebbi márkákat, amik így a büfékben előfordultak a Kádár korszakba. Az eredményhirdetés egy hét múlva várható, ahol a legjobbak értékes tárgyutalmakban részesülnek.